christliche Feiertage und Traditionen spielen in Mariud eine große Rolle. Auch in diesem Jahr war die Siedlung Gastgeber der Wallfahrt der Ungarneutschen, zu der nicht nur die Ungarneutschen, sondern auch Kroaten und Roma willkommen waren. Heute feiern wir Maria Geburt hier in Mariud. Das ist unser Lieblingswallfahrtort. Das ist heute Wallfahrt der Ungarndeutschen. Seit den letzten 10 Jahren organisiere ich jetzt oder habe ich den Auftrag bekommen, von den deutschen Selbstverwaltungen diese Wallfahrt zu organisieren. Chor und Blaskapelle gehört dazu. Das ist unsere Herzensangelegenheit der Haschader, weil 40 Jahre lang die Haschader Blaskapelle immer hier diese Wallfahrt begleitet hatte. Zu diesem Anlass kommen die Gläubigen aus den Komitaten Tolnau und Branau. Das Fest beginnt immer mit einer Messe in deutscher Sprache. In diesem Jahr wurde auch der Rosenkranz in deutscher Sprache gebetet, eine Besonderheit im Vergleich zu den Vorjahren. Ősi hagyománya van a német búcsúnak Mária Gyüdön. Úgy alakult ki a kegyhely történetében, hogy Kisboldogasszony a németek főbúcsúja. A Tolna-Baranya megyei svábok járnak ide búcsúra. Mindig német mise van a szabadtéri oltárnál, ilyenkor német énekekkel. Fontos, hogy a kegyhely otthont ad a nemzetiségieknek. Minden nemzetiségének van külön búcsúja, horvátoknak, sváboknak, székelyeknek, és az egyház megyébe, hála Istennek, elég színesek vagyunk ilyen téren is. A mai nap azért fontos, hogy a sváb identitást erősítsük, a meglévőkben, a fiatalokban is, és az énekekkel, imádságokkal, Szent Mise ezért van német nyelven, hogy az ő nyelvükön hangozzanak el az énekek, az imádságok. Ziel der Feier ist nicht nur, die religiösen Traditionen zu bewahren, sondern sie auch in das Leben der jungen Menschen zu bringen. Die Messe wurde daher von einer Prozession junger Menschen in Tracht eröffnet. Wir erinnern uns jetzt an unsere Großväter und an allen, die unsere Großeltern und Urgroßeltern, die uns diesen Glauben weitergegeben haben und dass sie das für wichtig gehalten haben, dass die Kinder, die Enkelkinder immer bei dieser Wallfahrt dabei sind. Wir haben jetzt die Aufgabe, das unseren Kindern weiterzugeben. Und wir freuen uns sehr, dass viele Familien zusammengekommen sind. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sind gekommen und unsere Ahnen sind auch gekommen, um die Mutter Gottes zu ehren, ihr zu danken und wiederum um Hilfe zu bitten. Der feierliche Gottesdienst wurde vom ehemaligen Bischof von 5 Kirchen, Mihai Mayer, zelebriert. Der Bischof äußerte auch seine Gedanken zu diesem Fest. Mária születése az mindig kimagasló ünnep volt. Valamennyi, ezt soha nem szeretem kisebbségek, mert itt nem kisebbek, meg nagyobbak vannak, hanem amikor Mária elé lépünk, akkor mi valamennyien egyformák vagyunk. Mert valamennyien úgy gondoljuk, hogy ahogy az ikonokon szerepel, Mária mindig rátekint a gyermekre, Jézusra, és ezért azt halljuk mindig magunkban, hogy tegyetek mindent, amit Jézus mond. Nem azt mondja, amit ő mond, amit Jézus mond. És ez a nagy dolog, amikor mi Jézusra tekintünk, és ezt az a Mária mondja, akit a Gábor angyal úgy köszöntött, hogy kegyelemmel teljes. Mi nem vagyunk kegyelemmel teljesek, de ott van bennünk a keresztség által a kegyelem. De ott van bennünk az eredeti bűnnek a visszahúzó ereje. És ezért kérjük Máriát, akit megvédett az Úristen az eredeti bűntől, hogy segítsen minket,
amikor elbotlunk. Segítsen minket, amikor újra fölkelünk, újra indítunk. Ott legyen mellettünk minden jó szándékban, minden jó akaratban, mert olyan könnyű mondani, hogy hát elbuktak. Nem az a probléma, ha valaki elbukott, hanem ha nem tud fölkelni. És dicsekszik azzal, hogy ő a földön maradt. Mi nem ezzel dicsekszünk, azért van minden templomban gyóntatószék is, mi jelzi, hogy Jézussal újra akarunk indulni, Mária szeretetében és segítségében. Religiosität war in der Geschichte der Ungarn-Deutschen schon immer von großer Bedeutung. Diese Wallfahrt wird auch in der Zukunft ein wichtiges Ergebnis bleiben, um Traditionen zu bewahren und sie weiterzugeben.